Azt mondják a cinegék, itt a tavasz nyitni kék. Kék ibolya gyöngyvirág, csupa öröm a világ. A gyöngyvirág nagyon sok helyen első körben szerepelne, ha akár egy gyermekmondókáról beszélünk, vagy anyáknapi virágot kéne mondanunk, vagy akár a tavasz esküvék csokrába egy jellemző virágot szeretnénk mondani, a Convallaria majoris mindenhol ott lenne. Vele ismerkedünk most meg. Ellenállhatatlan csábítás az érzékszerveknek, halálos méreg a szívnek. Elég, ha Pál Fi László díjnyertes filmére, a Haklére gondolunk, ahol a falusi asszonyok gyöngyvirággal mérgezték a férfiakat. Számtalan gyerekmondóka és ének is szól a gyöngyvirágról, tehát igazán népszerű, nagymúltú növényről van szó. A gyöngyvirág, vagyis a Convallaria majáris, a spárgafélék családjába tartozó Convallaria nemzetség egyetlen faja. A gyöngyvirág őshonos Ázsia és Európa mérsékelt éghajlatú tájain, elsősorban a tölgyesekben találkozhatunk vele, de megterem lombos erdőinkben, ligeteinkben, és gyakorlatilag bárhol, ahol nem szárad ki a talaj, és nem égeti ki a nap. Magyar nevét a gyöngyön virágon becézés, vagy virágainak gyöngysorszerű elrendezése ihlette. A kassai főoltár angyali üdvözletet ábrázoló képen fedezhetjük fel a magyarság első művészeti emlékeként. A gyöngyvirág Jugoszlávia szimbolikus növénye volt, és 1967-ben Finnország nemzeti virágává nyilvánították. A gyöngyvirág lágyszárú, évelő virág és gyógynövény, sokfelé ültetik kertekbe is. Vékony, elágazó, taracszerű rizómája talajban futnak, ezekből fejlődnek ki a hajtások, aminek a csúcsi részén hártyás allevelek és két hosszú nyelű, élénkzöld lomblevél fejlődik. A gyöngyvirág leveleinek lemeze 10-20 cm hosszú, elliptikus, hegyes csúcsú. Sokszor már április végén elkezd virágozni, de leginkább május-júniusra tehető a virágzása. A gyöngyvirágnak már létezik pasztel rózsaszín fajtája is, de leginkább fehér virágokkal önvendeztet meg minket. A virágzata harang alakú, tőkocsányon fejlődő bókoló, valamint fürtös, jellegzetesen kinézetű és illatú virág. Szaporítása történhet magról is, de gyakrabban tarackok szétválasztásával és szétültetésével történik. Azt viszont el kell mondanom, hogy a gyöngyvirág minden része rendkívül mérgező. Még a csokor tárolására használt vize is az. Kisgyerekeknél és háziállatoknál erre mindenképpen figyelni kell, de csokorba való kötése vagy kezelése után is érdemes az alapos kézmosás. Szívglikozidjai és szaponinjai rendszertelen és lassú pulzus, hasi fájdalmat és hasmenést okoznak, közepes mennyiségben fogyasztása akár halálhoz is vezethet. Érdekesség, hogy más anyagai viszont szívgyógyszerek, külsőleg pedig használják ízületi bántalmak ellen is. Vágott virágként is igen kedvelt, még rövid szára ellenére is. Általában kis csokokba kötegelve, levelekkel körbevéve kerülnek forgalomba. Közkedvelt alapanyaga az anyáknapi készítményeknek és az esküvői csokroknak is. Hajtatásban, kellő időben megrendelve, akár egész évben beszerezhető, igaz elég borsos áron. Virágain kívül a friss levelet is használják csokorkötészetben, kisebb méretű kerek csokrok lazító vagy tömőzöldje is lehet, de a csokrok lezárására is szolgálhat. A levelek tárolásuk során hajlamosak a sárgulásra, ezt vágott virágoknak is való tápsokkal megakadályozhatjuk. Fontos a fertőtlenítés, a rendszeres vízcsere, ellenkező esetben vize zavaros, nyálkásodó lesz.